Miközben Hanga Ádám válogatott játékos a katalóniai Manrézában szórja a kosarakat, egy ifjú magyar óriás már 2008-ban 16 évesen a Barcelona palánkjai alá igazolt 5 évre a Vasas elnökének segítségével. Ám 3 év elteltével hazatért, hogy végül a Faktum Sport Debrecen kosárcsapatánál kössön ki, ahol csupa fiatal lepattanózik. Timko Norbert és az ő története következik. Jó reggelt, szia! Jó reggelt kívánok! Norbi, most elégedett vagy a jelenlegi helyzeteddel? Hazajöttél a magyar bajnokságba, nem a csúcsra, nem egy top csapathoz, és volt előtte egy Barcelona. Hol tartasz? Hát nyilvánvalóan valamilyen szinten elégedett vagyok magammal, de nyilván több évre írtam alá, és a Barcelona nem hosszabbított velem, ez egy kicsit csalódott is vagyok ebben, és nyilván kint terveztem volna egy hosszabb karriert. De még nem veszett el semmi, fiatal vagyok, még van esély, hogy visszakerüljek természetesen. Hát persze, hogy semmi. De mondjuk, amikor 3 éve kimentél, nyilván nem ezt gondoltad, mi volt ott a pontos terved? Hát a pontos tervem az volt, hogy minél tovább maradjak kint, nyilván az iskolát mellette végeztem, és hát addig próbáltam kimaradni, ameddig lehetséges, ez most eddig sikerült, de amint mondtam, még van esély visszakerülni, csak egy másik ország csapatába is. Hogyan alakult a sorsod Barcelonában? Nagyon jó volt. Ugye első 2 évben egy sportkollégiumban voltam, és a 3. évben raktam be egy külön lakásba pár csapattársammal. Az edzések nagyon jól mentek, az utolsó évben annyit nem játszottam, de egy nagyon erős ligában játszottunk, és mondhatni, hogy egyik fiatal sem játszott annyit. Úgyhogy ennek köszönhetem, hogy végre nem hosszabbítottak. Egyébként a beilleszkedés, a kezdetek, 16 éves srácként, az nehéz volt? Igen, nyilván az első év nagyon nehéz volt, mivel semmit nem beszéltem a nyelvből. Tehát nulla spanyolra mentem ki, csak angolul tudtam. Na várjál, most már tudsz spanyolul és katalánul is? Hát az iskolában ez elég érdekes van megoldva, van külön katalán spanyolra. Hát ez az. De értelemszerűen, mivel a klubnak volt egy saját külön iskolája, ezért inkább spanyolul beszéltünk. De nyilván egy barcelonai másik iskolában, egy általános suliba, katalánul tanítanak az tanárok. Hát igen, és a kettő az nem feltétlenül igen. Könnyen érthető egymásnak. De az a lényeg, hogy bármi is lett a kaland vége, spanyolul már rendesen megtanultál. Igen, rendesen megtanultam. Ugye, az, amit említetted, először az IFI-ben igen jól ment, aztán a harmadosztályban szereplő Barcelona B-be kerültél. Igen. Ott már a fiatalok kevéssé játszottak. Ez volna itt a választóvonal? Tehát úgy tűnik, hogy itt a legnehezebb átugrani azt, hogy egy tehetséges fiatal állandó játék lehetőséget kapjon? Igen, nyilván ez a játékostól is függ, hogy mennyire teszi oda magát, mennyire hajt, mennyire tehetséges, illetve hát, hogy mennyire nyomják az edzők hátulra, tehát mennyire hajt az edzéseken is. Hát mondhatni, hogy én ott ilyen külföldiként, nyilván azért én is játéklehetőséget kaptam néhány meccsen, de nem számítottak rám úgy az edzők, mint egy stabil kezdőjátékosra. Mi volt a baj veled? Úgy értem, hogy mit tartottál a saját bajodnak? Amiben azt mondta, hogy francba, hogyha újra kezdeném, akkor kicsit másként csinálnám. Hát igazából agresszívabban kéne, ez most is igaz rám, hogy agresszívabban kéne játszom, keményebben, illetve fel kéne szednem egy kis súlyt, izmot. Tehát el kell kezdeni gyúrni? Nyilván csinálom, de hát olyan az alkatom is, hogy nem igazán tudok hízni. Illetve hát agresszívabban kéne játszom egy kicsit. Ez azt jelenti, hogy ma, hogyha látod a világban a modern kosárlabdát, akkor ez elengedhetetlen, igaz? Igen, ez elengedhetetlen. Ez az a rész, amiben még sokat kell fejlődni. Főleg a magas játékosoknak, a centereknél. Uh-huh. A B csapat edzőjének nem volt baja veled egyébként? Nem, teljesen jó volt. Tehát jó volt a viszony? Persze. Uh-huh. Na most abban a csapatban, azokon a srácokban, akár külföldieket, akikkel elkezdted, azok között volt olyan, akinek sikerült? Természetesen volt. Ugye csak a tavalyi évből kezdődött a Barcelona B, azelőtt Cornellának nevezték a úgymond Barcelona második uh-huh. csapatát, és abban volt 2-3 játékos is, aki később a másodosztályból, első osztályból a CB ligába igazolt. Egyik közülük a Xavi, az pont vissza is tért idén Barcelonába, és elég stabil 10-15 perceket játszik ott is. Szóval igen, ismerős. Már csak focira gondoltunk. Hát igen, Katalónia. Igen. Miért a Debrecent választottad, amikor úgy alakult, hogy hazajössz? Hát több helyre is hívtak, többek között Albacomnál is volt a rendőr próbajátékon. Illetve hát ez tűnt nekem a legjobb lehetőségnek, nem egy erős csapat, játék lehetőséget kaphatok, nyilván keményen kell ez edzenem, mindenbe kell vetnem, hogy perceket kapjak a pályán, de ez fokozatosan fog javulni szerintem. Ez a Debrecen, ez egy ígéretes hely számodra hosszú távon is? Ez teli van fiatalokkal, nagyon sok fiatal játszik a csapatban.
Hát hosszú távra nem igazán, megmondom őszintén, nem igazán terveztem, hogy Magyarországon is maradnék, nyilván elsőleg ezt célpont újra külföldre kerüljek ki, esetleg egy pont spanyol ligába, olasz ligába, bárhol másra, úgyhogy hát ebből a két éve még szeretnék itthon maradni. Tehát most két évet adsz itthon magadnak? Igen. Hát nyilván ez még másképp is alakulhat, tehát ezt még nem látom előre, hogy hogy lesz. És két év múlva a tapasztalatok birtokában is azt mondod, hogy újra külföld, és ott is elsősorban akkor megint Spanyolország? Hát megpróbálnám újra a külföldöt. Hát nem feltétlen Spanyolország. Ugye Olaszország, mi nyáron, a nyár elején voltam kint két hétig Olaszországban a Varese csapatánál, egy hetes edzőtáborban, és később egy ilyen U23-as tornán vettem részt. És hát ott is szerintem jól sikerült, abban a csapatban vártak is volna, csak végül úgy alakult, hogy oda nem mehetek. Hát nyilvánvalóan oda is megpróbálok, de spanyol és Olaszország az első. Spanyol vagy olasz. Igen. Utolsó kérdés, Debrecenben, amíg ott vagy, ott mi a cél azzal a csapattal számotokra? Hát most még nem tudom, hogy kiket fogunk igazolni, illetve hogy az edző miket láttam őt. Hát nyilvánvalóan az lenne a cél, hogy egy ilyen tizedik hely környékén befussunk. Hát nyilván van pár csapat, akiket megverhetünk, jövő héten játszunk a Jászberény ellen, az egy nyerhető meccs lenne, ugyanúgy a Pécs, Zete, ezeket a meccseket be lehet húzni, és akkor jó eredményt is érhetnénk el. Norbikám, akkor jó munkát ehhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.